Ebben a faházban teljesítenek szolgálatot Sóstón, mától egészen augusztus végéig a rendőrség munkatársai, a polgárőrök és a Nyíregyházi Rendőrkapitányság szervezésében induló középiskolás diákok a Turispolis program keretein belül. Bordás Béla az ünnepélyes megnyitón elmondta. A Turispolis elsődleges szempontja a közbiztonság fenntartása, illetve a gyors segítségnyújtás. Nagyon fontos, hogy aki ellátogat üdülni, pihenni, kikapcsolódni, akár pár óra is lássa, és tapasztalja azt, hogy amikor belép egy Sóstó gyógyfürdő belterületére, igen, ott balról van egy faház, amint felirat, policej, polgárőrség. Tehát ez mindenki számára azt lehet mondani, nagyobb biztonságot ad. És tudjuk azt, hogy Sóstónak hatalmas nagy az idegen forgalmi látogatottsága, nem csak május 1-én, vagy húsvétkor, vagy pünköskor, hanem egész évben, pontosabban nyári idényben, és célunk az, hogy ez augusztus 31-ig itt legyen ez a faház. Az idegen forgalmi szezonban a rendőrök mellett önkéntes közösségi szolgálatokat teljesítő középiskolás diákok segítik információval az ide látogatókat. Ezt már Illés László mondta. A Nyíregyházi Rendőrkapitánysággal ezredese hozzátette. A Turispolis szolgálat elsősorban a belvárosban és Sóstófürdőn találkozhatnak a turisták. Évek óta visszatérő közös szolgálatunk ez a megyei középiskolás diákokkal, ami azt jelenti, hogy már harmadik-negyedik éve a közösségi munkát nálunk teljesítő fiatalok a rendőrség berkein belül bűnmegelőzési szakemberekkel közreműködve szórólaposztásban, illetőleg a itt lévő turistáknak nyelvhasználattal természetesen segítségadásban, tanácsadásban segítkeznek. Egyenruhában, egyen pólóban jelennek meg természetesen a strandokon, a Vadaspark területén és itt a Sóstón, és így nyilvánvalóan az itt lakók és az itt nyaralók tudnak segítséget fordulni hozzájuk. A Turispolis szolgálatra érettségi előtt álló fiatalok jelentkezhetnek. Tavaly még Erdélyből is érkeztek diákok, hogy részt vegyenek a programban, nyelvtudásukkal pedig segítsék a Nyíregyházára látogatókat.